minden füledről. Nagyon jók voltak, pontosan olyanok, mint az edzésen, úgyhogy tök jól mentek szerintem. Szerintem igen, főleg, hogy én dobtam az első gólt. Jobb szélső. Hát hármat kellett, másodiknak a Veszprémt és harmadiknak a Nekát. Nagy Kristóf vagyok, Debrecenből érkeztem a Deasz csapatából. Balátlövő poszton játszom. Nagyon tetszettek, sokféle dolog volt benne, amit felmértek, cselezés, lerohanások, és a legjobban a játék tetszett. Ott nagyon jók voltak a páros kapcsolatok és a csapatjáték is. A támadás és a védekezés is egyben. Hát egy 10-es skálán 7-8-asra értékelném. Úgy gondolom, hogy magamhoz képest jól mentem, jól mozogtam, de voltak benne hibák. Elsőnek a Balatonfüredet, másodiknak a Fradit és harmadiknak a Nekát. Vinner Máté vagyok, és Kalocsáról érkeztem a Gézengúz csapatából. Irányító pozícióban játszok. Nagyon tetszettek, összességében voltak, amik kicsit nehezebbek, és nehezebben megérthetők voltak, voltak, amik viccesek voltak, meg könnyűek is. Én azt gondolom, hogy magamhoz képest jó teljesítettem, nagyon nem voltak hibáim, de érzem, hogy többre is képes lettem volna. Az első az a Veszprém volt, a második a Balatonfüred, és a harmadik a Fradi. Hegyi Bence és Győrből érkeztem ide, beálló. Jók voltak, teljesen olyan, mint volt, mint egy edzés, izgulni se kellett miatta, tehát hogy igazából összességben tetszett. Elején egy kicsit döcögős volt, aztán a végére jobban belejöttem. Először a BFK a Balatonfüred, utána a Neka, és aztán végére a Veszprém.